Isti! Na sziasztok srácok, itt vagyunk a következő NBA 2K19 My Team gameplayünkben. Na most, egy kicsikét lehet, hogy szárazabb videó lesz, sőt, biztos is vagyok benne, de egy ilyen kisebb fajta rebuilding videót szeretnék itt most csinálni, hogyan is próbálom, vagy hogyan is képzelem el a csapatot újraépítve. Ugye ez több szekcióból lesz felvéve ez az egész videó, azt tudjátok jól, tehát nem az lesz, hogy én itt most mit tudom, fél órát, egy órát rászánok egy huzamba és akkor ez fel lesz véve, mert ugye várni kell majd arra, hogy meg is vegyék a játékosokat és meg is jön az a My Team pont, ami kell. Na most, hogy ezt miért csinálom? Ez leginkább azért van, srácok, mert én egy jó adag időt, na ennek sem értem, volt jó sok időt kihagytam a My Team-ben, ami azt is jelenti, hogy baromi sok lap kijött, és ahogy megnéztem, egyébként eléggé olcsó Pink Diamond lapok is érkeztek, úgyhogy kicsikét kéne frissíteni a csapaton mindenképpen. Jó, megnézzük a line-upot real quick. Na most így nézzünk ki, srácok. Nem véletlenül vagyok kicsi egyébként itt a sarokban, ne ijedjetek meg tőle, ez nem ilyen lesz a továbbiakban, egyszer csak, hogy lássatok, hogy mi a szarról beszélek. Na, ugye Magic Johnson egyértelműen maradni fog egyébként a line-upban. Paul George szintén maradni fog, mert nagyon jó small forward, bár azért vannak ugye jó kis small forwardok egyébként már Pink Diamondban is elérhető áron. Kevin McHale-t sajnos nem tudom eladni, mert ugye egy ilyen This Day in History lap, ami azt jelenti, hogy ebből az ilyen pörgetésből, hogy mi a picsából lett meg, ugye amiket vannak ilyen locker kódok, amiket folyamatosan dobálnak ki, ami egy hétig elérhető, és gyakorlatilag abból egy ilyen kis játék, már mutattam nektek hétvégi videóba, ilyen kis labdát kell bevezetni a megfelelő kis pontra, és gyakorlatilag úgy szereztem meg, de ők nem eladható lapok. És nem is a legjobb power forward, igazából csak beraktam, mert új volt, nem tudom, padra esetleg jó lesz. Jokicson gondolkozok, hogy lehet, hogy menni fog, vagy esetleg talán egy center csere lesz, majd meglátjuk pontosan, hogy mit szeretnék itt megoldani. Kyle Korver nagyon jó tripla dobó, de mindenféleképpen menni fog, mert van még valamennyi értéke, és lehetséges, hogy egy Pink Diamond Victor Oladipót szeretnék egyébként a helyre rakni, úgyhogy ő menni fog. Aki menni fog még egyértelműen az Joe Johnson, a Diamond Joe Johnson, akire egyébként nem tudok rákeresni, hál' Istennek így az aukciós ház, megmutatom nektek mindjárt, hogy nem tudok, egyszerűen nem tudom, hogy hogy kell. De nem tudom, hogy hogy kell, nyilván tudom, hogy hogy kell, csak egyszerűen szar a cuke, és nem tudok rákeresni. Ez volt már tavaly is ez a bug, úgyhogy gyönyörű. Őt én megvettem, mert igazából egy jó lapnak tűnt, egyébként semmi extra sajátos módon, és nem is volt egyébként annyira olcsó, de igazából ilyen középáron volt. De open shot midrange 96, open shot 93, driving dunk 90, tehát én azt gondoltam, hogy meg speed with ball, az mondjuk talán nem olyan jó egyébként a speed with ball, oh Jesus, tovább mentem már, mint az áll, speed with ball 84, de azt gondoltam, hogy egy olyasmi játékos lesz, mint mondjuk James Harden, hogy gyakorlatilag nem tudod megállapítani róla, hogy most akkor dobni fogja a triplát, vagy éppen pedig drive-val fogja befejezni, sajnos nem az lett belőle, amit én gondoltam. Kevin Love szintén távozni fog a csapatból, mert igazából semmi extra szerencsétlen. Hamidou Diallo, kicsikét kaptam egy stroke-ot, elnézést kérek itt real quick-be, ő is távozni fog a csapatból. Tehát azért lesz itt, srácok, látjátok itt, a többiek maradnak egyébként, itt az Amethyst vonal, Kevin Durant mindenképpen marad, mert gyakorlatilag egy ilyen, mit tudom én, 6-7 pontra mindig jó, hogyha padról jön föl. Draymond Green szintén egy nagyon jó power forward csere. Nagyon sok egy kezdő power forwardunk volt, mert iszonyatosan jól védekezik, és a triplája is egyébként egészen vállalható, ami nagyon durva. Open shot 86, ami nagyon durva egyébként tőle, és 99-es defense, mint látjátok, lepattanózni is tud, meg mondom, nagyon jó védi egyébként a paintet, úgyhogy mindenképpen marad, és hát egy Kawhi Leonard, szerintem őt el fogom adni, mert egy elég, nem jó lap, sajnos lehet, nem jó lap, és ebben már van Pink Diamond is, szóval azon is gondolkozni, hogy Pink Diamond Kawhi Leonardot fogok majd beszerezni a dologhoz, meglátjuk. Úgyhogy rakjuk is föl őket, én azt gondolom. Na most ilyenkor mindig van egy ilyen, ami egyébként tök jó lenne egyébként a 2K-ben, ami nincsen benne, az, hogy innen én miért nem tudom egyből az aukciós házba küldeni az adott lapot. Ez egy nagy baromság szerintem, tehát simán lehetnék, csak replace-elni tudom, ugye, hogy berakjak más játékos, és ennyit tudok csinálni egyébként, semmi mást, úgyhogy nem tudom, úgyhogy mindig meg kell keresni őket. De meg fogjuk keresni őket. Még egyszer mondom, srácok, ez egy ilyen száraz a videó gameplay, vagy meccs most nem lesz egyébként ebben a videóban, ez full rebuildről szól. Nyilvánvalóan azt nem fogjátok annyian megnézni, de úgy gondoltam, hogy ilyesmit most van kedvem felvenni. Úgyhogy akkor, már rég játszottam, My Collection. És gyakorlatilag ezek ilyen Moments lapok, ugye az Atlantában van elvileg, nem nagyon, akkor az egy Throwback Elite. Vagy nem tudom, hogy Throwback Elite-nek számít, az Atlanta. Van.
Itt van, George Johnson lap, sent to my auctions, innen tudom csak aukciós házba küldeni. Úgyhogy ott van, és Kyle Korver is itt van egyből, úgyhogy őt is elküldjük szépen. Én szerettem Korvert, megmondom őszintén, nagyon jó volt, hogy dobálta a triplákat, meg elég biztos keze volt, de muszáj tőle megszabadulni valamilyen úton, módon. Jó, akkor ki az, akit még mondtam? Mondtam még a Kevin Love-ot is. Ugye Kevin Love, azt hiszem, az a Minnesota, és ilyenkor mindig meg kell nézni, hogy igen, az Timberwolves-os Kevin Love, tehát nem félreértendő. És az egy Throwback Elite lap. Úgyhogy Throwback Elite, és akkor Minnesota Timberwolves, és akkor itt is van, és sent to my auction, és már nincsen neki ugye contract kártya sem. Úgyhogy szépen el is búcsúztunk tőle. Na, ki az, aki még van? Ezt most nem tudom fejből, kit mondtam még. Dialogue-ra gondoltam még, ugye Moments lap lesz. Igen, Pippen mindenképpen marad, és Gilmore is marad. Gilmore már csak azért is marad, mert egyszer olyan kevés, olyan olcsón vettem meg anno is, hogy nem érné meg. Scottie Pippen pedig nagyon jó. Small forward, meglátjuk, hogy mennyire tudunk majd, ki tudunk megvenni egyáltalán. Jokic egyelőre marad, azt mondtam, hogy nem, de egyelőre maradni fog mindenféleképpen, akkor még Dialogue-t kell berakni, ő pedig akkor throw helyette Moments lap lesz, és ugye OKC is Moments lap, úgyhogy a Collection, Moments, és akkor az nyugati part, itt van OKC, és itt van a Paul George is, by the way. Ezért egyébként van valami completion guide? Nincsen. Jó, köszönöm, sent to my auctions. És akkor most az fog történni, hogy megnézem, hogy mennyiért vannak ezek a lapok általában fönt. Először is keressünk rá erre a Dialogue-ra. Szerintem nem lesz egyébként, az a baj, ezeknek lement az áruk. Szóval nem tudom, hogy kiket fog majd tudni itt megszerezni ebben az egészben, meglátjuk. 15 000, 17 300, 30 000, mondjuk azon van ugye egy ilyen végtelen két cipős is van, az nekünk nincsen. 14 000-ért van kontrakt nélküli, meg cipő nélküli. Hát 13 750-ért van 5 kontraktes, tehát azért, na. Hogyha azt akarod, hogy el is menjen, akkor én azt mondom, hogy 14 000-ért felrakjuk. Akkor én ezt egyesével szoktam csinálni, nem írogatok össze semmit, 14 000-ért. Ami nem rossz, abból 1400 fog ugye leesni, ott írja is alul, hogy 10% transaction fee van, tehát megadóztatják ugye ezt, az érdemes tudni. Ezeket mindenki, nyilván azoknak mondom, akik nem játszanak túlkéjjel. 12 óra szerintem az fair. 14 000-ért szerintem el fogják vinni. Oké, okay, Kevin Love a következő játékos, akire gondoltam, hogy el kéne passzolni. Kevin Love, alapból nem nagyon volt videó egyébként az aukciós házból még, és úgy gondoltam, hogy miért ne, tehát sokan vagytok egyébként, akik szerintem nem is túlkéjeznek, és mégis nézik ezek a videókat. Na, Kevin Love, ez egész jó áron megy, ez a Love fiú, ugye nekünk nincsen kontraktunk, se cipő, úgyhogy úgy kell nézni, hogy 29 000-ért látok egy olyat, azt is egész jó áron, hogy 25 000-ért is látok már egyet, 34 650, ennyi, 20, még mondtam, 24 000-ért láttam. Szép lassú az aukciós, 25 000 volt. Oh, most én nyomkodom folyamatosan jobbra, de ennyivel tud menni, 25 ér van. Akkor figyelj, felrakjuk 25 ér ezt a kis Kevin Love fiút. Star Auction, 25 000 pénz, mert nem, nekem nem vált be, sajnos megmondom, hogy nem vált be egyáltalán. Nagyon sokat hagyott ki az elmúlt időkben, amikor játszottam ezzel utoljára. 25 000-ért szépen megy föl, 12 órára, te is nagyszerű. Hogyha elmennek ezek, akkor úgy nagyjából úgy számoltunk, olyan 35-6-7 000, most tényleg vadul számoltam, már befolyik belőle. 2830 my team pontunk van. Na most jön a Joe Johnson lap, srácok. Most a Joe Johnson, azt nem lehet megtalálni. Tehát még egyszer mondom, hogy Joe Johnson, beírod, rákeresel, és azt írja, hogy nincsen ilyen, és biztos benne, hogy van ilyen. És akármit csinálok, tehát nyugodtan rárakhatom, hogy Diamond, nem fogja megtalálni. Berakhatom, tehát az, hogy már a Joe Johnson-t alapból nem találja meg, úgyhogy én kicsikét kicseszek vele, szerintem a név hülyíti meg, vagy én nem tudom, mi van vele. Legyen az, hogy Diamond, legyen az, hogy Small Forward, és legyen az, hogy Team Atlanta. Vagy Hawks, akkor az inkább balra indulunk el. Bármilyen tök mindig Hawks. És ott is van a Joe Johnson lapunk, tehát van ilyen, nem is egy darab aukció van róla. Tehát 20 000-ért látok egyet kapásból. Az bides. 25 000-ért is van. 13 000! Megyünk lefele, nem jó lap, sajnos, érte nem jó lap. 13, mindjárt ezért még eladjuk. 13 000-ért még hajlandó vagyok el. 12 050-ért is van. 9 000-ért is van? Úristen, megyünk lefele, mint a szar. Folyamatosan 14 000, hát... Figyelj!
Az a 9-es, az ki fog hullni elég hamar, azt el fogják vinni szerintem. Én azt mondom, hogy rakjuk fel, mert tényleg egy darab kontraktja van, és semmit nem... Nem is költöttem rá, tehát budget sem fejlesztettem, mint látjátok egyébként itt. Ugye az is számít, hogy milyen budgetjei vannak. Úgyhogy hát figyelj, fölrakom egy 10-esért, 10 000-ért, na. Szerintem nem fog lehet, hogy el fog menni, Akik is keresne egy ilyen olcsóbb diamond small forwardot, akkor hamar csalódás is fog neki okozni. Bár én amúgy ennél drágábban vettem. Szóval ez mindegyik bukó, azt hozzáteszem, mindegyik bukóként fog menni. És akkor a Kyle Korver lapunk maradt. Search Auctions, Core, Kyle. Mire számítok? Mindenképpen szeretnék egyébként egy... mindenképpen szeretnék egy Pink Diamond lapot behúzni, és mondom, leginkább ezt a Victor Oladipon gondolkozok shooting guardon. De meglátjuk, mindjárt megnézzük, hogy mik vannak. Na hát 9000-ért is megy ez a Korver, nagyszerű ez is. Ezt is Drew Drags 30 000-ért vettem még amúgy, amikor játszottam aktívabban ezzel az egésszel. 6900, atya úristen srácok. De muszáj, mert egyszerűen, hogy tartsuk meg Korvert. Nem akarom megtartani, 9000-ért. De már ott 6000-ért is volt, 7500-ért, na. Akkor 7500-ért. Azt akkor lesz, ami lesz. Na, számoljuk össze. 14 000, meg 25 000. Most majd le fogok vonni a végén valamennyi összeget az egészből. 14, 20, 39, 46, 5, ugye? És 56, 5, amiben legyen mondjuk 50 000 My Team pont egyébként végeredményre. Hát nem túl sok, maradjunk annyiban. Ebből talán egy darab Pink Diamond, hogyha kijön egyébként így végeredményben. Na, úgyhogy akkor most rákeresünk a Pink Diamond lapokra. Most így bármi, tehát hogy nincsen névszűkítés, semmi. Nagyon jó árak vannak egyébként. Ugye Stephen Marbury-t 30 000-ért már meg lehet venni point guard, csak az a baj, hogy ugye a meta a játékban, az, ezt már 6000-szer elmondtam, de elmondom most még egyszer, hogy effektíve klasszik point guardok nem nagyon játsszák őket. Small forwardot szoktak rakni point guardra. Ez az Oladipo, ez jó, de én ezért ezt láttam már olcsóban is egyébként itt, érdekes módon. Na, hova lettek azok a hatalmas árak egyébként? Itt nagyon jókat láttam. Ez a Bob McAdoo, ez elég jó áron megy. Nem tudom, miféle center ő. Midrange 90, Open Shards 360, tehát nem, igen. Egy Post Fadeaway-t nézzünk meg. Post Fadeaway 92, Driving Layup 98, Post Hook 95, Post Control 98, Draw File 98, Free Throw 89. Driving Dunk 98, Standing Dunk 98, Contact Dunk 98, nem rossz, egy kicsit ilyen kontakt centerről beszélünk, be tudja tömni egyik, hiszen simán tud zsákolni bárkit. Shotcount ez 96, Block 94, Lepattanó 96, elég jó, Speed Ball 45, Speed 88, az még nem rossz, hogy a Speed az simán. Strength 95, Lateral Quickness 90, egyáltalán nem tűnik rossznak egyébként, talán egy kicsit vékony, tehát a Strength, nem tudom, hogy lehetek ekkorája neki, vagy ilyen nagy neki. Esetleg talán jó lenne egyébként Artis Gilmore helyére, megmondom őszintén, mert fejlesztés lenne mindenképpen. Rajta gondolkozunk, mert egy olcsó Pink Diamond mindenképpen. És akkor 30 000 az még bele is férne bőven. Ugye van itt egy Ben Wallace is. Nem tudom, volt már Wallace-om. Van Greg Oden is egyébként, akinek szegénynek iszonyatosan sajnálatos karrierje volt. Alonso Morningunk is van 49650-ért, ő inkább egy védekező volt régen. Open shot midrange 88, te jó Isten, open shot 80! Ez kemény, driving down 90, block, shot counter, az a baj, inkább egy olyan center kéne, aki tudja is a triplát. Jokic most ott van, de jó lenne egy ilyen masszívabb emberke nekünk. Bill Russell, az azért nem semmi lap, de nyilván ő nem tudja a triplát. Bár én a 2K-től kinézem, nézzük meg, szerintem simán tudja a triplát, benne van. Open shot 45, jó, nem tudja. Jó, hát Stephen Curry, ezek csak álmok maradnak, értem szerint, az azért óvatosan bánjuk. Damian Lillard. Ugye ez egy eléggé... szerintem felkapott lap lehet most. Open shot midrange 97, open shot 82. Oh my goodness, azért nem vagy olyan drága. Ez az újabb Lillard lap, azt hiszem. Igen. Ugye most, ahogy megnyerték a buzzer beaterrel az OKC elleni párharc, az azért nem volt semmi, érdemes volt, hogy kiadjanak hozzá egy ilyen jó kis... Oha, Dirk, milyen aránytalannak tűnik ezen a képen? Vagy csak én látom úgy? De csináltak neki baszki egy Moments lapot utolsó meccseire. Post Fade Away 99, atya úristen. Az nem semmi azért. Open shot midrange 96, open shot 95!
Srácok, lehet, hogy beadnám ezt a dörköt, csak hát nyilván iszonyatosan drága. Ez a Bradley Beal, ez nem lenne rossz, csak az a baj, nem tudja a triplát. Open shot 90. Tehát tudhatná jobban is. 37.150-ért nem rossz egyébként. Jamal Crawford is kapott egyébként egy lapot. Open shot midrange 95, open shot 93, és szerintem a speed az nagyon jó lesz egyébként, mert Crawford az iszonyatos crossoverekkel operált, most már az lassan 40 éves ő is. Speed hitball 96, tehát egy elég gyors lapról beszélünk. Amikor följöttem itt az aukciós házba, hogy elkezdtem azt a videót csinálni, sokkal jobb árakat láttam. Én nem tudom, most valamiben van még állítva? Nincsen beállítva más. A Pink Diamond belőttem. Sokkal több ilyen 20-30 ezeres üzét láttam, ajánlatot is láttam. Most nem. Oladipót nézzük meg. Ugye Oladipót mondtam mindenképpen, hogy ő jó lenne. És itt van egy 46 ezerért például kapásból. Nézzük meg. 94-es offense, 99-es defense, open shot midrange 95, open shot 92, driving dunk 95, ball control 86, block shot count 95, steal 97, speed with ball 88, szóval egy kicsit lassú. Sajnos kicsit lassú, de nem lehet annyira rossz, bár olcsóbbnak számít egyébként. Oké. Ezt a dörköt nézzük már meg. Tudti, hogy nagyon drága lesz egyébként, de kíváncsiak, mert egy jó dörk mindig jó egyébként, azt gondolom. Van egy dörk novickik vannak, ami hát nekünk az most nem fér bele sajnos a büdzsénkbe egyáltalán. Jó, Pink Diamond, akkor most azt fogjuk csinálni, hogy a maximum buyoutot, és a minimum buyoutot fölnyomjuk mondjuk egy ilyen... Mit tudom én, 12.000-re, és a maximum buyoutot pedig felnyomjuk egy ilyen 35-re. Hát, ha kiad valami, ez a sznájpolás valamiféle ilyesmi akar lenni, hogy beadsz egy ilyen nagyon minimum réteget, és akkor hát, ha van, aki berak egy olyan lapokat ide, hogy beszarsz. Na hát, ugye nyilván nagyon sok benválaszt van egy Bill Walton is egyébként, Lou Williams egyébként még, aki a listámon lehet egyébként, talán open shot midrange 96, open shot szín 88, szóval driving dunk pedig 45, szóval nem a legjobb, shot contest, a védelme sem jó egyáltalán, steal 96, az mondjuk elte nem rossz, lepattozás hagyjuk, speed with ball viszont 97, ami nagyon durva, szóval akár point guardra is meg lehetne őt játszani, nem tudom még, Jusuf Nurkic van még egyébként talán a listámon, ugye nagyon durva, szerencsétlenek hatalmas nagy recovery-t kívánok egyébként így a jövőben, ugye iszonyatosan horrorisztikus sérülésen van túl Jusuf, úgyhogy nagyon remélem, hogy a boszniai úr föl fog épülni szépen, és meg kell néznem igen, hogy Bosznia ott írja a lapon. Na nézzük csak, hogy open shot midrange 84, open shot 40, tehát ugye ő nem az a center, akit én keresek, sajnos módon hirtelen nem tudtam pontosan, hogy Nurkic hogyan is játszik a való életben. Joe Dumars, Phil Chinier, én nem is hallottam még szegényről, nagyon régi játékos lehet, ő is szerintem egy ilyen tipikus, ilyen old school, rim protector jellegű dolog. Open shot midrange 93. Open shot 94. Ja, mert hogy ő shooting guard és nem is center. Oké, I got you. Valamiért én azt gondoltam, hogy ő center. Nem tudom, miért gondoltam ezt. Basszus, ez egy egész jó lapnak tűnik. 94-es open shot 3 driving dunk 35. Tehát ő egy ilyen corver jellegű lesz, csak dobálni. Defense, elhanyagolható, abszolút, speed with ball 93. Az nagyon komoly, srácok, abszolút egy ilyen 1-1-es csere lehet egyébként a Corvernek, ugye, mert a Corver alapból nagyon lassú lap volt, ő viszont egy gyors, és közben még triplázni is tud akár. Csak hát gondolkozik az ember, hogy miért lehet ilyen olcsó ez a lap. És szerintem azért, mert valószínűleg szar a release-e. Ugye az is számít, hogy miféle release van, de ő egy ilyen potenciális, hát ugye ball-in on a budget van, tehát nagyon durván szűk a keretünk. Lehet, hogy ő lesz egyébként a Corver helyettesítő. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk majd ezzel elérni ezzel a csapattal. Vagy a Lou Williams, de egyre inkább a Phil Chinier adhat nekünk egy ilyen jobb előnyt. Ugye ő kicsikét tudja spreadelni a floort, ami azt jelenti, hogy szépen szét tudunk állni, és a védők is szét tudnak húzódni, kifele húzódnak, és gyakorlatilag akkor a benti centerek vagy power forwardoknak van egy ilyen előnyük, vagy nem tudom, tehát kisebb figyelem. Szegeződik rájuk, ugye van itt egy James Harden is, ez se lenne rossz egyébként, de nagyon szar a triplája, tehát open shot 78, tehát ez már tényleg a nagyon szar kategória, úgyhogy ő teljesen elenyésző lapnak számít, és látjátok, hogy nagyjából ez a range, ezen a range-en ezek a játékosok láthatók. Bill Walton is van esetleg még nekünk, ugye Iversonunk már volt, Kemba Walker semmiképpen sem esett szóba, ugye itt van 31 Victor Oladipo is,
Úgyhogy gondolkodok ezen a Phil Chinier vagy Oladipo, még nem tudom pontosan melyiket szeretném megvásárolni, de valamelyikük mindenképpen lesz. Kicsikét rakjunk a range-re, menjünk följebb mondjuk egészen 40 ezerig, sőt 38-ig. Hát ha kapunk valami újat, itt már beesik egy Bradley Beal, Joe Dumars már láttunk sokat, semmiképpen sem akarok point guardot venni, ugye ott van arra Magic Johnson, aki gyakorlatilag a simán végig tudja játszani az egész meccset, nem kell cserélni közben, tulajdonképpen nyilván el tud fáradni, de a legtöbb időt végig tudja játszani, úgyhogy nem akarok effektíve point guardot szerezni. Na, sokkal nagyobb nem lett a kínálat, mint látjátok, úgyhogy utána fölmegyünk egy ilyen, mit tudom, 40 ezerig. Aztán meglátjuk. Vannak emberek, akik nagyon királyok ebbe a snipingbe, nekem el sajnos nincsen türelmem, srácok, pedig ezzel lehetne, tudom, sok pénzt szerezni a játékból, de nincs időm rá, meg kedvem sem, megmondom őszintén, szarakodni itt, hogy 50-enként így rakom föl a kis mércét, és akkor úgy kiket dob ki, meg nekem nem is biztos lenne mázim, hogyha kitartóan keresgélném, ugye itt azt keresik általában, hogy valami nagyon értékes lapot fölraknak ilyen nagyon olcsón, nem tudom, vagy azért mentek mennyit ér, vagy egyszerűen csak fogadásból, én nem tudom, hogy mitől tudnak fönt lenni, de vannak néha olyan nagy stíl, hogy elképesztő. Lehet, hogy nem nagyon változott a dolog, úgyhogy hát valószínűleg ezen emberek közül kell majd választanom. Nate Thurmond, ugye ő nem tudja a triplát, egyáltalán nem tudja, ő is egy ilyen inside center, szigorúan. Nyilvánvalóan az ilyen, akik tudják, hogy a triplát, azok nem nagyon lesznek itt, tehát hogy azok az drágább centerek közé tartoznak, centerekről beszélek most csak éppenséggel. Úgyhogy ez van. Azonban, hogyha lemegyünk mondjuk a Diamond kategóriára, és mondjuk itt szintén leviszem ezt mondjuk egy ilyen, hát akkor marad mondjuk egy 26 ezerig, na, vigyük egy 26 ezerre az árat, akkor meglátjuk, hogy kiket kapunk, ugye, kitadtam el, eladtam egy, vagy fölraktam egy, ugye Shooting Guard az most adott, az lesz, hogy a Pink Diamond lapunk lesz. Small forward Joe Johnson-t raktam föl, szóval valószínűleg egy small forwardot kéne, úgyhogy mondjuk ezt átrakjuk a position small forwardra, és megnézzük, hogy miket tudunk kapni ezen az áron belül. Van egy Diamond Kawhi Leonard, kettő is van egyébként, nem tudom mi a különbség köztük, ez csak 94-es, nyilván a defense nagyon jó, midrange 93-85, ami nem rossz, nézzük a Diamond Date, open shot midrange 92-87, tehát a 95-ös az jobb. Ugye már csak azért is nézem a dobásokat egyébként, mert a defense az mindenképpen egy Kawhi Leonardnél egyértelműen jó, ezt meg se nézem. Oké, Gordon Haywardot semmiképpen sem szeretnék. Kawhi, bár mondjuk nem kell egyébként, mert ott van nekünk Pippen, és ott van nekünk ugye Paul George is, úgyhogy gyakorlatilag a small forward pozíció az, ami nem nagyon kell. Power forwardnél Diamondokat nézzük meg. Nagyon sok új lap jött ki nekem, ez a Chris Webber például meg sincsen, hogy ő van meg hogy van meg, mint van, de post fade away 90, open shot midrange 88, open shot C 84, tehát ha arra van szó, akkor el lehet vele dobni simán a triplát is, már hogy simán, hát nyilván gyakorlatilag nem teszem be a szó, hogy mondani akarok, tehát hogy áldozatokkal jár az, hogy eldobjuk azt a triplát, lepattanózás is úgy, ahogy van, speed with ball 71, tehát hogy nem is lassú, 93-as strength-el, elég jó lesz ez a Chris Webber, megmondom őszintén, elgondolkodható abszolút a Chris Webber. Danny Manning, én nem tudom, Joe Collins, van egy Christian Leitner is egyébként a tarsolyban, open shot 394-jel. Gyakorlatilag egy hibátlan Kevin Love pótló lenne. Szóval lehet, hogy ez a Christian Leitner lenne az elsőleges célpont, vagy az a bajom a Chris Webberre, hogy gyakorlatilag olyan játékos lehet, mint ugye maga Draymond Green, mármint hogy lap szempontjából, mint láthattuk. Úgyhogy akkor inkább egy Christian Leitnert néznék, aki triplázni is tud, szóval akkor Christian Leitner lenne az egyik szerintem ilyen célpontunk. És akkor gyakorlatilag már ki is vizenénk a pénzt, amit kapunk az összes labból, köszönöm szépen. Nyilván addigra azért még próbálnék rámenni, mert szerintem nagyon sok kódról is lecsúsztam, tehát azért fogok, tehát amikor majd a következő részt látjátok ennek a videónak, akkor azért több My Team pont lesz alapból. Julius Randle, Kyle Kuzma, open shot mint 83, open shot 92, szintén nem rossz. Nem tudom. Az a Christian Leitner az tetszett, megmondom őszintén. Az tetszett, és nem nagyon van egyébként belőle ezen az ársávon. Úgyhogy lehet, hogy az egy nagyon jó árnak számít. Van-e, aki már elment? Senki az ég egy világon, köszönöm szépen. Srácok, akkor itt fogunk egyet vágni. Nagyjából ezek lennének így a célpontjaink, így nagyjából. És amikor majd vágunk, akkor elmagyarázom azt, hogy mitől lett esetleg több My Team pontom, ha lett.
úgyhogy mindenképpen jövünk mindjárt vissza. Na srácok, mint ahogy mondtam is, ugye eltelt egyébként egy nap, tehát tegnap vettem fel az videó elejét, és már el is költöttem a pénzt a befolyt összegből. Ugye, ami változott, az a Phil Chenier, akit mondtam is, hogy Oladipo-n meg közte vacináltam, ugye ő klasszisokkal olcsóbb volt, mint Oladipo, és hát potenciálban szerintem papír alapon legalábbis többnek tűnik, ugye, mint mondtam, Open Shack 93, Speed 94, és ami nagyon fontos nála, az pedig a Speed Eatball 93, szóval nem tűnik egyetlen egy rossz vállalkozásnak. Azt remélem tőle, hogy meccsen mindent be fog dobni, gyakorlatilag tripláról és midrange-ről. Paul George maradt, Christian Lettner lett a power forwardunk, aki ugye gyakorlatilag egy Kevin Love jellegű játékosnak tűnik, midrange 97, three 97, cipővel a 97-es, az a 97-es, tripla. Egy meccset játszottam egyébként csak a kipróbálásból, őt is kipróbáltam vele, és nem rossz, egyáltalán nem rossz. Mark Gasol lett egyébként a kezdő centerünk, szintén őt nem mondtam az elején a videóban, hogy ő opció. Én már régóta szemezgetek vele, de nagyon sokáig nagyon sokba került, ezért 40-50 ezer VC környékén, My Team Pont környékén volt. És most ilyen 12 ezerért tudtam megvásárolni, ugye azért mondtam, mint ahogy mondtam, és nagyon sok olyan lap jött ki, ami... Pink Diamondok között is, ami azért leverte alaposan az árakat. Úgyhogy Open Shot Midrange 94, Open Shot 92, valamint a Post Fade Away 96, Post Hook 94, tehát belülről, kívülről egyaránt jó tud lenni támadásban. Büntető 85, Standing Dunk 90, Driving Dunk 70, lepattanózás vagyok még kíváncsi, 90-es az Offensive és 92-es a Defensive, Box Out 90, Speed Eatball 38 cipővel együtt, Speed 70, tehát ő egy center, nem nála kell lenni a labdának, 95-ös Strength. Szóval gyakorlatilag srácok, egy olyan lapról van szó, ami tulajdonképpen mindent magába foglal. Nyilván nem egy paint protector vagy rim protector, de attól függetlenül jó lesz. Meg jó a release egyébként. Ugye ennek gyakorlatilag a csereverzió lesz a Nikola Jokic, aki eddig ugye a kezdőcenterünk volt. Szóval tulajdonképpen két nagyon hasonló centerről beszélünk egyébként. Játékstílusban. Scottie Pippen ugye még mindig a hatodik emberünk a lockdown defense-el, tulajdonképpen Kevin McHale, Vernon Maxwell és a többi pedig, ami volt eddig is. Így nézünk ki jelen pillanatban. Hát azért a paddal még lehetne mit kezdeni, megmondom őszintén, még mindig kettő darab olyan játékos van itt, akik ugye lényegében ilyen reward lapok, amik nem a legjobbak, de hát most ilyen legjobbat nem tudok náluk kitalálni. Szépen, ahogy gyűjtögetjük majd a My Team pontokat, úgy fog ez majd kialakulni. Egyébként 8000 My Team pontot a single player challenge-ből szedtem össze, ami tulajdonképpen ez a 8000, ugye My Team pont, mint mondtam, All-Star nehézségi szinten 50 pontot kell tudni dobni egy játékossal ezen a meccsen. Érdemes megcsinálni, mert elég könnyű volt. Először elkezdtem az első negyedbe, nem sikerült, eljutom, gyakorlatilag 4 pontot dobtam Magickel, elég szarul indult valamiért, újra kezdtem a picsába, és utána gyakorlatilag elsőre sikerült, hogy nem egy nagy bonyolult dolog, hál' Istennek, és ugyanúgy azt hiszem ilyen, nem is tudom hány, 4 perces negyedekkel megy a dolog, tehát nem is egy nagyon hosszú valami, úgyhogy mindenképpen érdemes megcsinálni. Na srácok, jelenleg a rebuild, tehát így néz ki, rebuild, tehát inkább a frissítés, maradjunk így ennyiben, ezt tudtam nagyjából összerakni, mindenképpen érdekel a véleményetek, hogy szerintetek milyen lett a csapat, lehet, hogy rosszabb lett, lehet, hogy jobb lett, ez majd kiderül nyilvánvalóan a következő videóban, ahol is kipróbáljuk a csapatot. Remélem, hogy élveztétek, és nem volt annyira száraz ez az egész, mint ahogy én most érzem, de valamiért úgy gondoltam, hogy ilyen még nem volt a csatornán, és akkor miért ne nézzük meg. Remélem, hogy élveztétek, jött az out. Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. Hey.